1945. április 13-án Izményben megkezdődött a kitelepítés. Fölolvastak egy névsort A és B oldalra. Állították az embereket. Akiket az A oldalra állították, azokat elterelték. Két hétig a disznóban ott feküdtek egymás mellett a falu 50%-ban. Április 13-án, amikor még 10 fokos hideg volt, két hét után pedig azt mondták nekik, hogy most szabadok. Mint a madarak, mehetnek mindenhova, csak otthonokban nem. És amikor, hát én nagyon megijedtem, már nagyon sok rendőr volt szuronnyal ellátva, akkor én édesanyámmal nem mentem el, édesanyám pedig Lengyelbe került. Én meg a nagyszüleimmel mentem vissza a községbe. És nem volt rajtunk más, csak ami rajtunk volt, tehát más nem volt, mást nem vihettünk magunkkal. Akkor azt mondta a nagymamám, meg a keresztanyám, lemegyünk most hozzátok, és akkor hozunk ki egy-két dolgot, hogy mégis ebben hidegben még ne fázzatok meg. És akkor lementünk, és le voltak bélyegezve már az ajtók, tehát nem tudtunk már bemenni. És akkor itt Maxütén éltek nagyon sokan az izményiek, az Izményből kitelepítettek, és akkor azok pedig hát segítettek ebben, és így kaptunk nagyon sok segítséget a Bajor Egyháztól, személy szerint Reitinger Henriktől annak idején. A többit pedig úgy szedtük össze a volt izményi lakosoktól, akik itt éltek Németországban, tehát ők segítettek abban bennünket, hogy ma a templomunk úgy néz ki, ahogy kinéz. Mekkora a gyülekezet? A gyülekezet ma 20 személyes, részben idős emberek. Milyen lehetőségek vannak ott a településen? A településnek a 70%-a római katolikus. Most az itteni németországi volt izmények arra kértek bennünket, hogy próbáljuk megszervezni azt, hogy a katolikusokkal együtt használjuk a templomot, hogy most a felújítás után, hogy ilyen szép állapotban van, hogy ne álljon üresen. Már így havonta csak egy alkalommal van istentisztelet, vagy hogyha nagyobb esküvő vagy ilyesmi van, a szomszédközségekbe is, vagy településekbe, akkor, mint például most szombaton, 300-an voltak a templomban egy ilyen esküvön. Úgyhogy csodálatos volt. A Nagymányok Várajai gyülekezetből jöttünk, és igazából Izménynek, a Szórvány Egyházközségünknek van kapcsolata Maxhütte Heidhoffal, ez a Bajor partner kapcsolatunk. Hoztunk olyan dolgokat a gyülekezetről, ami ránk jellemző. Van a gyülekezetben ácsmester, illetve bádogosmester, az kint látható ott a tablón, hogy milyen szép dolgokat készítenek, vagy itt ebben az albumban. És hoztunk egy pár apróságot is, amivel a gyerekeknek gyűjtünk, például a kis karácsonyfadíszekkel, vagy van egy fiatalasszony, akinek nincsen munkája, és ő készítette ezeket a nyakláncokat. Hiszen aki segít nekünk a templomot felépíteni, ebből a kis puzzle képből, az választhat utána egy áldás pillangót, amit Varga Gyöngyi Reménység könyvéből fordítottunk németre, és a pillangón egy ilyen áldás.